Tolnatáj televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közösségépítés. A szekszárdi retromajális újra összehozta az embereket. Ballagás. Az ezüst kelendő, de sokan inkább praktikus ajándékot vesznek. Dombóvári majális. Civilek fogtak össze és ünnepeltek. Új parkolóhelyek, közvilágítás, idősek otthona. Átbeszélték a legfontosabb részleteket Tolnán. Első ízben rendezték meg a Szekszárdi Tudásközpont melletti területen a városi retromajálist. Egész nap kulturális programokkal, étkes sátrakkal, vidámparkkal várták az érdeklődőket. Batyusok, édességesek, étkesek, az íj és gyulavárosi könyvtár is kivonultak sátraikkal, asztalaikkal az eseményre, de még sakkozni is lehetett. Mindeközben városi piknik zajlott, ahol megannyi társaság megannyi féle ételt készített. Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója és kollégáival együtt főzött. A főzőverseny, amelyet meghirdettünk a város civil szervezete és társaságai számára, én azt gondolom egy hatalmas siker. Közel 600-an indultak el különböző finom ételekkel. Hamarosan már a tányérokba is kerül az a sokféle húsból és a majálishoz illő egyéb más fogásokból álló ételsor. Elmondta továbbá, hogy 30 kutyust tudtak díjazni a Mustrán, sikeresnek könyvelte el. Ahogyan a helyszínválasztást és unblock az egész rendezvényt, hiszen úgy látja, a szekszárdiaknak szüksége van az ilyen és ehhez hasonló közösségépítő megmozdulásokra. Hasonlóan gondolkodik Horváth István is. Mi is a barátaimmal egy nagy főzéssel készültünk, közel 400 főre főztünk, és nagyon szépen fogy az étel. Ők már reggel várták a vendégeket, sört és virslit osztottak. Gyurkovics János alpolgármester szintén a rendezvény közösségépítő erejét hangsúlyozta. Lényeg a dolognak, hogy még a Covid hatását is lehetett érezni itt az elmúlt időszakban, de most, hogy így normalizálódott a helyzet, így ismételten a baráti társaságok, közösségek együtt tudnak lenni, és ezt a május 1-i ünnepet itt kollektíven kellemesen el tudják tölteni. Itt a mai nap a pihenésről szól, arról szól, hogy mindenki jól érezze magát. Több megkérdezettünk szerint is a legjobb helyszínre esett a választás, hiszen jól ki lehet használni a teret, ezáltal pedig nem vált túl zsúfoltá. Nagyon jól. Vezető bombiványát. Ávai Dániel. Finomak az ételek. És miket csináltál? Hát igazából játszottam igazából ezen a Lingispíren, meg igazából vettem lufit. Most megyünk éppen enni. Sörpongozni voltunk az előbb. És hogy tetszik a helyszín? Szerintem jól tetszik, mert jól ki lehet használni az egész helyszínt, ez egy új helyszín, még nem volt ugye a majális, szerintem én meg vagyok vele elégedve igazából. A majálist az Apostol zenekar koncertje zárta. Közelednek az iskolai ballagások, ami jelentős esemény minden család életében. Arról kérdeztük a szekszárdiakat, ők mivel kedveskednek a ballagó családtagjaiknak. Továbbá egy szekszárdi ékszerbolt munkatársa is kifejtette tapasztalatait. Az ékszerbolti eladó elmondta nekünk, hogy megnő ilyenkor az érdeklődők száma, több a nézelődő, általában előre gondolkodnak és készülnek a ballagásokra. Az idei év egyik érdekessége náluk, hogy 2-5 grammos aranytömböt lehet kapni, amit aztán, ha úgy alakul, visszaválthatnak az új tulajdonosok pénzért cserébe. Hasonlóan biztos tipp az ajándékutalvány. Nemtől függetlenül szokták vinni az aranynyakláncot, medállal, medál nélkül, a karláncok, órák, esetleg órakísérők. Hát a lányoknak még a fülbevalók, ezüstarany változó, most idén több ezüstöt vittek, mint aranyat, de azért abból is akad. Illetve akinek már így ezek közül minden megvan, és nincs nagyon ötlete, az aranytömböt esetleg még szoktak ilyen 2-5 grammos változatban. Az biztos, hogy ahány család, annyi szokás, megkérdezetteink között is nagy eltérések tapasztalhatók. Van, aki hosszú távú ajándékkal készült. Alapvetően virágcsokrokat, gyönyörű virágcsokrokat kaptak, és porcelán ajándék neműeket alapvetően. Volt, aki az ajándékozott kérését teljesítette inkább. Ami éppen akkor szükséges volt. Előtt a ruhát, ami egyedet, és akkor ajándékot vettünk, ami igénye volt. És nem mellesleg az is biztos megoldásnak tűnik, ha csupán anyagi fedezetet biztosítanak a ballagónak. Pénzt kapott, azt vett, amit szeretett volna.
A ballagási szezon egyértelműen kedvez a virágárusoknak és az ékszerkereskedéseknek, az ajándék azért mégiscsak inkább az együtt átélt pillanat. A KR hősei focitornán remekeltek a rendőrök. A belügyminisztérium hősi halottjaira emlékezve szerveztek futballtornát Budapesten 2024. április 30-án. A versenyen 17 csapat mérette meg magát. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság csapata előbb a baranyai rendőröket győzte le, majd döntetlent játszott a Vas vármegyei zsarukkal. A csoportkör zárásaként pedig a budapesti rendőrök felett diadalmaskodott. Az egyenes kieséses versenyben a jászi egyenruhásokat győzték le. Az elődöntőben a Fejér vármegyei rendőröktől maradtak alul a büntető párbajban, így a harmadik helyért játszhattak. A bronzmeccsen 5-2-re győztek a házigazda készenléti rendőrség csapata ellen, így a végén felállhattak a dobogó harmadik fokára. Az elmúlt héten megkezdődtek a dombóvári belvárosi Jézus szíve templom festési munkálatai. A 2023-ban kívülről megújult templom most egy belső festésen esik át. A munkálatok várhatóan június elejére készülnek majd el. Társadalmi munkafolyamatot hirdettek Závodra, ahol az utóbbi időben gondot okoztak a közeli erdőkből a temetőbe szökő vadak. Most több mint 200 méter kerítést építettek a závodi temető köré. A munkák mellett az önkormányzat 15 elhagyatott sírt jelölt bontásra és 8-10 ismeretlen sír helyett gondozásra. A temetőt végleg elkerítették a vadaktól. A dombovári civil majálison a Múzeumkert színpadán jobbnál jobb programokkal szórakoztatták az ünneplőket. Ilyen volt a Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület és a Pátlika Zenekar közös nívós műsorja is. A főzőversenyen pedig 17 egyesület mért össze gasztronómiai tudását. A dombóváriak majálisát jókedv, összefogás, finom ételek és zene jellemezte. Mai napon a civil majálison veszünk részt, ugye ez a civil tanács által szervezett rendes évi második program, amivel ugye megünnepeljük a munka ünnepét. A mai napon 19 egyesület vett részt a főzőversenyen, közel 370 fővel, ez igen szép számnak mondható, ugye a dombóvári civil társadalom viszonylatában. A Dombóvár város civil tanács elnöke elmondta nekünk, hogy mi a rendezvény fő célja. A rendezvénynek még a fő célja, hogy a városunkban működő civil egyesületek még inkább szimbiózisba kerüljenek, hiszen itt lehetőségük van egymás főztét megkóstolni, valamint kötetlenül beszélgetni egymással. Így erősítik a további kapcsolatainkat. A Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület az egyórás produkcióban egy teljes sárközi lakodalmast adott elő a Bátai Pántlika zenekar közreműködésével. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület a Hagyományok Háza hálózatának a tagja, és a Hagyományok Hálózatát bízta meg a Petőfi Kulturális Ügynökség arra, hogy folklór gálákat szervezzen az olyan Tolna megyei járásokban, amelyek valamilyen szempontból hátrányosabb helyzetűek. A négy tagú zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hiszen sokféle és ízletes ételt főztek a versenyben résztvevők. Nehéz lesz a döntés, csak három ételt tudunk eredményesen értékelni, de én bízom benne, hogy a többiek se fognak ezen megsértődni, mert itt a részvétel a fontos, és a szórakozás és a jókedv a társaságok összefogják itt a mai napon a város közönségét, és nagyon jó fellépők voltak. Balaskó János elmondta, hogy vegyes pörköltet készítettek amolyan jó zenész módra. Természetesen az első helyet céloztuk meg, de az se baj, hogyha a végén mindenki megeszi ezt a pörköltet. Nekünk az is első díj lesz. A nagyszerűre sikerült napot és példamutató összefogást a szervezők folytatni szeretnék jövőre is. A
A Kiskunfélegyházi országos bajnokságon öregbítették a völcségi harcosok Bonyhádváros hírnevét. Három versenyzőjük indult a megmérettetésen, mindhárman érmet szereztek. Koncz Martin első helyezett lett, Nyitrai Fábián második helyezett, míg Beck Florian a bronzéremmel térhetett haza. Nyitrai Noel és Beck Florian a Körgországban megrendezésre kerülő EB-n lép tatamaira, május 18-án, majd május 25-én Budapesten küzdenek meg ellenfeleikkel. Alsónánán is felállították a májusfát a játszótéren. Az avisok és az iskolások közösen díszítették a falu májusfáját, majd a segítő férfiak együtt állították fel azt. Ezután az óvodások kis műsort adtak, majd Pulc Vivien előadásában hallgathatták meg a résztvevők Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét. Három paksi játszótér vált interaktívvá. A játékokra helyezett AR kód mobiltelefonos alkalmazással leolvasható, a Biba interaktív játszótér arra ad lehetőséget, hogy a kor technikai követelményeivel haladva a szülő és a gyermek együtt tudjon játszani. Az interaktív játszótér lehetőségét a Kressz Parkban és az Ürgebezei Szabadidőparkban is kihasználhatják a családok. Csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése és új parkolóhelyek létesítése is napirendre került a Tolnai Testületi Ülésen. Több nélkülözhetetlen témát is érintettek, a legkiemelkedőbbekről Aperszoffer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást. Az idősek otthonának fenntartásában jelentős változások lesznek. Ez év január 1-től működtetünk újra a városban, tehát korábban a Szekszárddal, illetve Szekszári Társulással együtt működtetünk, mi ebből kiszálltunk, és most jutottunk el oda, hogy a döntés ugyan már korábban megszületett, hogy át szeretnénk ezt adni a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak, de most kapták meg a befogadási engedélyt, vagy a hozzájárulást az államtól, és most született meg az a döntés, hogy akkor átadjuk. A tolnai élet megkönnyítésének és korszerűsítésének érdekében is lépéseket tesznek. Korábban már döntöttünk egyes fejlesztésekről, például a Táncsics utcai csapadékvízelvezetés problémájának a megoldásáról, vagy parkolóhelyek létesítésének a tervezéséről. Most jutottunk el abba a szakaszba, hogy a Táncsics utcai csapadékvíznél már kivitelezőt választottunk ki, tehát ahogy aláírjuk a szerződést, onnantól kezdődhet a kivitelezés is, tehát remélem, hogy ez még a nyári nagy esőzések előtt még meg tud valósulni ez a munka, és a tervezőt is kiválasztottuk, hogy ki fogja tervezni az új parkolóhelyek létesítéséhez a terveket. A helyiek kérvényeit megvizsgálva, ha szükséges, új lámpatesteket fognak kihelyezni, mivel többen szeretnének bővítéseket ezzel kapcsolatban. Ennek oka lehet részben az is, hogy a ledes megvilágítás az már nem szórt fényt ad, hanem kifejezetten a lámpaoszlop alatti területet világítja meg, és így vannak bizony olyan területek, ahol sötét van. Úgyhogy lakossági kérések érkeztek, az elmúlt testületülésen is döntöttünk arról, hogy megterveztetjük ezeket a bővítéseket, mert hogy nem mindenhol annyira egyszerű a dolog, hogy csak fel kell szerelni egy lámpatestet egy villanyoszlopra, hiszen van, amelyik villanyoszlopon nincs is közvilágítási szál, vagy esetleg az is lehet, hogy nincs oszlop. Úgyhogy felkérünk egy tervezőt, hogy ezt nézze meg. Jó hír, hogy újra meghirdetésre kerül a Gondos Gazda Virágos Sport a környezetszépítő verseny, amire az előző évek tapasztalatai alapján idén is nagy lesz az igény. A majális nagymányokon is teret hódított május 1-én. Volt főzőcske, májusfaállítás, valamint élő zene. Nagymányok polgármestere Bartucz Máté elmondta, az eseményen idén a hagyományokhoz próbáltak visszanyúlni. Szeretünk volna egy olyan majális rendezni, ami visszaidézi a régi múltat, egy igazi retro majálist. Gyermekprogramokkal, felnőtt programokkal, gyerekeknek vannak sportversenyek, csapatversenyek, egyéni versenyek, a felnőtteknek főző, nem is verseny, de egy ilyen közös főzőcske, vannak felnőtt programok is, mint sörivó verseny, feleségcipelő verseny, úgyhogy egy ilyen elég komplex programot tudtunk idén összerakni. A versenyeken nagy elánnal vettek részt a helyiek, a feleségcipelőn a polgármester győzedelmeskedett.
Szerencsére nagyon sokan eljöttek, ugye az egyesületekük föl voltak kérve, hogy jöjjenek főzőversenyre, mindenki elfogadta a meghívást, ezen felül még baráti társaságok is jelentkeztek. Az önkormányzat minden csapatnak biztosított 5 kg sertéshúst, amiből bármilyen ételt elkészíthettek. Verseny nem lesz, de mindenki fog kapni egy oklevelet, hogy köszönjük, hogy megjelentek a programunkon. Rengetegen, több mint 300-an részt vettek a főzőcskébe, és a további látogató is több száz fő, tehát egy 500 fős rendezvénnyel számolunk. Nem csak a főzőcske volt népszerű, a gyerekeknek olyan érdekességekkel készültek, mint a cukorágyú és a habparti. A háttérben láthatjuk ezt a középkori küzdősportot, a soft buhurtnak mondják, ez egy feltörekvő küzdősport. Szomszéd településen van egy ilyen egyesület, nemrégiben a sportcsarnokunkban volt egy nemzetközi verseny ebből a sportból, és megkértük őket, hogy jöjjenek ide hozzánk is egy bemutatót tartani, örömmel elfogadták a meghívást, ezen kívül ijászkodni is fognak, bemutatókat tartanak, és az érdeklődők is beöltözhetnek és kipróbálhatják ezt a sportot. Neubauer Antal Nagymányokon él, úgy véli, hogy az önkormányzatnak sikerült a közösséget összefogni, amire az utóbbi években nem volt példa. A mai rendezvény szerintem kimondottan jól sikerült, tehát az előző évjekhez összehasonlítva. Az önkormányzat, illetőleg sok civil egyesület képviselője jelent meg, rendkívül színvonalas programot alakította ki. Ebben hozzátartozik, tehát a civil szervezeteknek a főzése, sörívó verseny, egyéb felnőtt és gyerekjátékok, későbbiekben habpartinak a szervezése. A nagymányokiak nagy kreativitással és összefogással szervezték meg a majálisukat, ami kiemelkedett a rendezvények soraiból. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Küzdelem a pécsi lakópark létesítés ellen. Jelenleg nincs érvényes építési engedély. Tehetségkutató 5 intézmény 25 növendéke állt a zsűri elé. Pécsen zár az idei Tour de Hongrie. Visszaszámlálót rakta ki a Városháza elé. Évek óta küzdenek a pécsi Rigóder dombon lakók a házai közelében épülő lakópark ellen. Nemrég a javukra döntött a bíróság. Érvénytelenítette az ingatlan építési engedélyét. Jelenleg állnak a munkák a helyszínen. Kérdés, hogy meddig? Rigóder luxus lakópark hirdeti a tábla ezen a korábbi fényképen, milyen ingatlan fog épülni a nagymeszes dűlőben található Telken Pécsen. A környéken élők már a kezdetek óta tiltakoznak, jelenleg ilyen állapotban van a társasház kivitelezése. Sajnos nem sikerült megakadályozni, hogy egyáltalán elkezdődjön az építkezés, tehát hiába volt több mint 80 aláírás az itt lakóktól, hogy a polgármester be nem építhetővé nyilvánítsa a területet, ez nem történt meg, így az építető megkapta az engedélyt, és nyilvánvaló, hogy minden talpalatnyi helyet kihasználva folyik az építkezés. Hát a mélygarázsból kitermelt földet, azt levitte a domb aljára, a légcsatorna útjába. Na most ott, amikor szél van, akkor az mindent beterít, tehát az erkélyünket, a ruhákat, bennünket. A lakók azt mondják, a legnagyobb kár akkor éri majd őket, ha teljes magasságában megépítik a házat. A legnagyobb katasztrófa, hogy ugye most az első szintnél tart, ami itt körülbelül látszik, hogy hol van az első szint, erre jön még egy szint, és még egy tetőtérés. Tehát a benapozás, a levegőmozgás, a zajártalomtól kezdve minden meg fog növekedni. Ez a kép az építkezés idején készült, mikor a kitermelt föld esőt kapott, mutatja a lakó. Mint egy sártenger ömlött le, mert a csapadékvízelvezetésről nem gondoskodott. Az első adandó alkalommal leáztatta a mi épületünket. Erről is felvételek vannak, tud róla az építető is, mert szóltam neki, hogy sártenger zúdult neki a mi épület falunknak, úgyhogy legyen kedves ezt megszüntetni, de hát persze addigra nem tett neki eleget. Nincsen rajta közmű, nincsen rajta víz. A WC-jüket berakták a mi konyha ablakunk alá. Fábiánéknál is akkor lesz sokkal rosszabb a helyzet, mikor elkészül a társasház. Meg lehet nézni, hogy a mi hálószobánkba hogy lehet belátni innen. Este, amikor föl van kapcsolva a villany, Premier Prime-ba be lehet látni, már most pedig ez még csak az első szintnek a tervezett magassága. Alánk mentek, mellette az épületek.
megjelentek a repedések rajta. Az építkezést most sikerült megállítaniuk a szomszédos házakban lakóknak. Jogi útra terelték a panaszukat, és az ügyben eljáró veszprémi bíróság visszavonta az építési engedélyt március 13-ai jogerős döntésével. Jelenleg állnak a munkák, de az építtető újra építési engedélyért folyamodott. Így, ha azt megkapja, akkor építhet tovább. 5 intézményből 25 diák állt zsűri elé a második Halász Ferenc országjáró tehetségkutató verseny kaposvári állomásán. A hegedűsök és a csellisták több darabbal is készültek a megmérettetésre. A Fesztivál Akadémia célja, hogy segítsék és felkarolják a zenében tehetséges gyerekeket. C-dur gyakorlat, vidám kartánc és az úgynevezett párosító is felcsendült a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában. Mol Stefánia és tanára Keszthelyről érkeztek a második Halász Ferenc országjáró tehetségkutató verseny kaposvári állomására. Sokat készültek a megmérettetésre. Többet kellett azért gyakorolni, mert egy versenyre nem elég egy annyi, hogy eljátszom a darabot, és ez sose elég. Hanem mindig kell egy picit többet. A 9 éves Stefániától nem áll messze a zene szeretete, hiszen a családban is vannak zenészek. Az anyukám is hegedű tanárnő, és én is szeretem hallgatni a hangját. 5 intézményből 25 gyerek érkezett 6 és 14 éves kor között Kaposvárra, hogy megmutassa tehetségét hegedűn vagy csellón. A felkészítő tanárok azt mondják, a zene sokkal többről szól, mint amire a legtöbben gondolnak. Ez egy hivatás, és hát ugye a lelküket ápoljuk, amellett, hogy nagyon sok mindent megtapasztalnak a hegedű órákon, hogy micsoda küzdelmes dolog az, hogy megtanulnak egy-egy darabot, és ezzel sok mindenre neveljük őket. Úgyhogy ezt későbbiekben tudják kamatoztatni, ha nem zenei pályára készülnek akkor is a gyerekek, mert a zene mindig ott marad egy társnak, amelyik a lelküket ápolja. A Fesztivál Akadémia szervezésében az ország 6 régiójában rendezik meg második alkalommal a Halász Ferenc országjáró tehetségkutató versenyt, de a határon túlra Kolozsvárra is ellátogatnak a művészek, hogy segítsék a növendékek és felkészítőik munkáját. Fontosnak tartjuk, hogy a 16 éves kor alatti gyerekek is inspirálva legyenek, sőt, gyerekek és tanáraik együtt. Az az érdekesség, hogy amíg tavaly mondjuk csak egy 40-50 gyerek indult összesen egész ország szerte, idén 120 gyerek van már, 6 régióba megyünk, például Kolozsváron 30 gyerek jött versenyezni. Nem hívjuk versenynek, de valójában ez verseny, a gyerekek arany, ezüst és bronz érmeket kapnak, és egy csomó meghívást is. A második Halász Ferenc országjáró tehetségkutató sorozat kaposvári állomásának a Liszt Ferenc Zeneiskola adott otthont. Az intézményvezető szerint is fontosak a hasonló események. Én azt gondolom, hogy Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművészeknek a kezdeményezése példaértékű. Indítottak az országban, illetve a határokon kívül is egy olyan missziót, amiben felkarolják az alapfokú művészetoktatást, és inspirálják a helyi tanárokat, diákokat arra, hogy versenyezzenek, hogy egy picit nagyobb tudással, nagyobb lendülettel vegyék az akadályokat. A gyerekek Kaposvár és Kolozsvár mellett Győrben, Budapesten és Miskolcon is megmutathatják zenei tehetségüket. Visszaszámláló jelzi mostantól, mikor ér Pécsre a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. A Baranyai Vármegye székhely lesz a zárószakasz végállomása. Az eseményt kísérő programokkal teszik még élménydúsabbá, mondták a számláló indításakor. Egy kerékpáros és egy totemoszlop a pécsi városház előtt. Az építményben egy óra működik, amely visszaszámol az idei Tour de Hongrie zárószakaszának rajtjáig. A versenyt várja Mudra Málna is, aki az első zsolnai kupa női győztese. A tavalyi verseny az nekem nagyon tetszett, nagyon sok ember volt, tehát meglepően sok. Én nem számítottam ennyire. Nagyon jó hangulata volt az egész versenynek.
sok ismerősömmel találkoztam, ők is kijöttek szurkolni, az nagyon jól esett. És idén szeretnék a tavalynál jobb időt menni, és az abszolút női kategóriában is jobban teljesíteni. A magyar kerékpáros körverseny visszatér idén Pécsre, sőt, fontos szerepet kap a város, mondja a sportvezető. Óriási siker volt a tavalyi, ennek köszönhetjük talán, hogy a várakozásokkal vagy a gyakorlattal ellentétben kétszer egymás után ugyanabba a városba jön a túr, és nem csak, hogy ugyanabba a városba jön, tavaly harmadik szakasz befutóvárosként voltunk jelen, most pedig az ötödik szakasz befutóvárosa vagyunk, ami eddig példátlan, hiszen ez a 45. túr lesz, és ebből 44-szer Budapest volt a befutóváros. Tehát azt hiszem, hogy egy fantasztikus és a városimás szempontjából, városmarketing szempontjából ez, de mondhatjuk egyébként, hogy országimás szempontból is egy kiemelkedő rendezvény. A vasárnapi pécsi befutó napján a legkisebbektől a legidősebbekig kerékpáros programokat szerveznek a kilátogatóknak, mondja Máté János. De addig is minden járókelő láthatja mostantól, hogy mennyi idő van még hátra az eseményig. Ezt mutatja a Pécsi Városháza előtt felállított totemoszlop. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Közösségépítés. A szekszárdi retromajális újra összehozta az embereket. Ballagás. Az ezüst kelendőbb, de sokan inkább praktikus ajándékot vesznek. Dombóvári majális. Civilek fogtak össze és ünnepeltek. Új parkolóhelyek, közvilágítás, idősek otthona. Átbeszélték a legfontosabb részleteket Tolnán. Délelőtt felhősebb égbolt várható. Délután a Dunántúlon és a Duna alsó szakaszának térségében kedvezővé válik a légköri helyzet, esetenként hevesebb záporok, egy-egy zivatarkóc kialakulásához. Továbbra is élénk az ország északnyugati délkeleti irányú középső sávjában olykor elős lökésekkel kísért délkeleti szél. Kísért csökken a hőmérséklet, de fülletté válik a levegő. Éjszaka ismét egyre több felé megnövekedő felhőzetre, illetve szorványosan, de nagyobb valószínűséggel az ország délnyugati felén kialakult záporokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!